Köszöntöm a kedves szavakat, és köszöntöm a kedves résztvevőket. Friedrich Wilhelm Marquardt 2002-ben hunyt el, evangélikus dogmatikus volt, és ő nevezte a poszt-holokauszt, a holokauszt utáni keresztény teológiát feldolgozó nagy munkát élendnek, nyomorúságnak. Hogy ez egy feszült, rendkívül nehéz, fájó pont, mármint a szembesülés. És a mai előadásnak ez a témája, hogy hol van a mi felelősségünk, de nem pusztán teológiailag, tehát hogy mit alkotott a dogma történet a zsidósággal szemben, hanem elsősorban szeretnénk leásni máig az Új Szövetségig, hogy mennyiben következik az Új Szövetségből az antiszemitizmus, és mi van még emellett. Az első dián látunk néhány megszólalást ehhez a témához, kifejezetten erre a kérdésre hogyan reflektáltak. Különböző teológusok, Gregory Brown, egy amerikai katolikus, Rosemary Russernek a híres Hit és testvérgyilkosság című könyvének az elején, az előszóban írja, hogy az antijudaizmus az a krisztológia bal keze, tehát a keresztény teológia és maga az Új Szövetség világa is tartalmaz egy erős antijudaizmust. Rosemary Russer kicsit tovább megy, és azt mondja, hogy az Új Szövetségben felelhető két midrás, két értelmezési kísérlet, és ezek egymás mellett haladnak, az egyik az antijudaista, a másik pedig a messiási, pozitív és reménykeltő ág. És Russernek a könyve, meg az egész munkássága azért volt olyan botrányos, és szólt olyan nagyot a teológia történetben mai napig, mert a megoldást abban vélte látni, hogy az egyiket töröljük. És ő az antijudaista vonalat szerette volna teljes egészében kiradírozni az Új Szövetségből. Ő így látta a megoldást a biblikus teológiai módon, hogy maradjon meg a Bibliának a számunkra elfogadható, 21. században vállalható teológiai mondanivalója, tehát a szép igék, de a negatív, a számunkra nem feldolgozható, vagy szégyenteljes mozzanatokat pedig próbáljuk valamiképpen törölni. Mások nem ennyire diplomatikusak, kicsit korábbról, Gerhard Kittelt nagyon jól ismerjük, ha teológiát tanultunk, ő írta azokat a hatalmas újszövetségi szómagyarázó köteteket. Ő a Deutsche Christen német keresztények mozgalomnak mihely lehetett a tagja volt 1933-tól, és Jézust árja fajhoz tartozónak tekintette a hitleri antiszemitizmus és álmesianisztikus birodalomépítések teljes egészében azonosult ez a híres teológus, és amikor eljött a Nürnbergi per, ő is a vádlottak padján volt, és a következőképpen védekezett. Ezt mondta, nem voltam jobban antiszemita, mint Pál apostol. Tehát egyértelmű vonalat húz, hát majd lesz szó Lutherről is, de ő direkt bekapcsol, és a páli antiszemita textusokkal azonosulva védekezik. Nem fogadták el ezt az érvelést a Nürnbergi perbe, ő is börtönbe került. James Parks, anglikán történész, azt írja, hogy az antiszemitizmus alapja és a holokauszt felelősségének kérdése végsősorban az Új Szövetségben található. Monika Hellwig óvatosabb, csak azért szólaltatom meg őket, hogy érzékeljük ezt a vitát, hogy a dogma fejlődés a II. Századtól egy bizonyos
kemény antiszemita, antijudaista irányt vett, és ennek a visszaolvasását találjuk csak, fedezzük fel az Újszövetség iratokban. A legenyhébben James Dunn ír, ez az utolsó idézet, hogy a zsidóságon belül megszokott prófétai nyelven elmondott vitáról van szó az Újszövetségben. Sokan mindezt így első ránézésre egy skizofrén helyzetnek találják, egy skizofrén örökségnek, hogy mit kezdjünk ezzel a nagyon sok Izraellel szembeni újszövetségi textussal, meg ezzel a sok nagyon bátorító, szerelmetes, jövőt felvázoló Izrael textussal. A korai századoktól kialakul egy teológiai alaphang, amit szubsztitúciós elméletnek vagy modellnek nevezünk. Ez a behelyettesítési tan, amelynek a fogalmait látjuk a dián, behelyettesítés, aztán mint az egyház felülírja Izraelt, ez a szuperszessionalizmus, és az új Izrael tan, a vérus Izrael, tehát mint az egyház megjelenik az új Izraelként. Ezzel egyben örökli a nevét is, az Újszövetségi Izraelnek, és az összes lelki kincsét. A modell szerint, mivel Izrael a vele kötött isteni szövetséget megszegte, Isten Izraelt véglegesen elvetette, és teljes örökségét az egyházra hagyta. Ezt nevezzük tehát a diszkontinuitás teológiájának. És az egyház a korai századoktól kezdve uralkodóan elfogadott gondolatrendszere volt ez, áthatva a katolicizmust is a II. Vatikáni zsinatig, és ez jellemezte a luteránizmust is, és számos más felekezeti teológiai gondolkodást. De tényleg hol is vannak a gyökerek, mit mond az új szövetség, illetve vegyük ennek a modellnek az olvasatát először, ez a behelyettesítési modell hogyan szemléli az új szövetségi örökséget. A Máté 8-ban látjuk, hogy az ország fiai kivettetnek a külső sötétségre, és helyettük pogányok ülnek le Ábrahám, Izsák és Jákob asztalához. A szubsztitúciós behelyettesítési tannak, ez az egyik alaptextusa. Benne van ez a helyettük, ez a behelyettesítés. Valakit felállítanak az asztaltól, aki eddig ott lehetett és élt, és jön egy idegen, egy pogány nép. Vagy a másik alaptextus, a Máté 21:19, Jézus megátkozza azt a bizonyos fügefát. A modell értelmezésében ez Jeruzsálem elestével láthatóvá is lett, és a zsidóságon Isten büntetése van. A pogány egyház, a pogány hátterű egyház vette át a szerepet. Már említettük a Máté 27 textusát a korábbi igékben, illetve az korábbi előadásokban, ez az önátokmondás, de én utalok a Máté 21:43-ra, a szőlőmunkások történetére, hogy Izrael földjét és örökségét majd egy másik népnek adja, amelyik megtermi annak a gyümölcsét. Pál apostol a római levélben használja az olajfa képet, hogy a kitöretett ágak, akik ott voltak a saját olajfájukon, és azoknak a helyére pogány ágak fognak kerülni. Mindezt még Péter apostolnál is látjuk tovább mélyítve az 1 Péter 2:4-10-ben, hogy a keresztények a jelenkorban Izrael küldetését, felség neveit hogyan viselik, hogy ő királyi papság és szent nép, ami tudva lévőleg a mózesi könyvekben egyértelműen Izraelnek a sajátos felségjelzése és elhivatása volt. Az 1 Tesszalonika 2 textus is a szubsztitúció elméletnek egy alaplókusa, ahogy Pál keserűen ír ebben a korai levelében, hogy ezek a judaiak vagy zsidók melyik fordítás hogy veszi, ezen is sok értelmezési kísérlet van,
megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat, üldöznek minket is, nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei minden embernek. Tehát Pál a jelenre vonatkoztatja ezt az egész eseményt. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljesen mindenkor bűneiket, de utol is érte őket az Isten haragja végérvényesen. Ezek azok a textusok, amelyekről persze a szubsztitúció elmélet állandóan beszélt. Napjainkban érezzük, hogy valami ebből nagyon hiányzik, és ezekkel a textusokkal pedig elhallgatunk, amikor próbálunk egy modellt keresni, egy modellt építeni, ami Márkvárt szerint is egy nyomorúság, hogy hogyan dolgozzuk fel a negatív textusokat, miközben a sola scripturához, az egyedüli szentíráshoz ragaszkodni akarunk, hiszen ez a mi keresztény alapunk, és ha itt nagy kérdéseket teszünk fel, akkor vajon mennyire állhatunk meg abban az örökségünkben, amit a reformátorok is megerősítettek, hogy egyedül a szentírásból kiindulva kell teológiát építeni. Az ötödik dia az üdvösségtani aspektusa a beheteshitesi teológiának. Ezeket csak egyszerűen átfutjuk, a keresztelő jánosi beszédről látunk egy idézetet, hogy a kövekből is tud Isten fiakat teremteni. A zsidókhoz itt levél 8. fejezete az életbe lépő jobb szövetségről beszél, és a régi, hogy közel van az elmúláshoz. A 2. Korintus 3 pedig ugyancsak a régi és az új szövetséget hasonlítja össze, a betű és a lélek vonatkozásában. És a János evangéliumának a sokat idézett nagy vitája a János 8-ban, az ördögatya a gyermekségnek a kérdése is nagyon határozottan előjön a szubsztitúció, a behelyettesítési tan, üdvösség tanításában. A missziológiai aspektusról is kell, hogy tegyünk egy szót, mielőtt igazából kitekintsünk, és az egész képet láthatnánk. A szubsztitúció tanban az egyetlen út egy zsidó ember számára az üdvösséghez a megkeresztelkedés volt, és ehhez való erőszakos eszközök felhasználása is egy textuson alapult, illetve többféle textuson is, de különösen a Galata 4:21-31-ben találjuk ezt az igét, hogy a hágárt azt el kell űzni, a törvény által megigazulni kívánó zsidóságot, mert az ígéret gyermeke által lehet csak örökölni az örökséget. És ez a gyermek pedig Jézus Krisztus. Ide hoztam egy idézetet, ugyancsak az említett James Parkstól, hogy a nicéai zsinat után Konstantinápolyban, ha valaki, mint zsidó, keresztény egyházba szeretett volna lépni, milyen szigorú átkot kellett, hogy fölvállaljon magára nézve. Ennek a szövegét hozom, a Parks idézetet, hogy megtagadom a héberek minden szokását, szertartását, törvényét, kovásztalan kenyerét, a bárányok áldozatát, minden héber ünnepet, áldozatot, imádságot, meghintést, megtisztulást, megszentelést. Végig, és látjuk, hogy mindezt varázslásnak tekintik, beleértve a zsoltárokat, énekeket, törvénytiszteletet, zsinagógát, és a héberek minden ételét és italát, egy szóval teljességgel megtagadok mindent, ami zsidó. És van még egy szankció, ha a végén mégis meggondolnám magam, akkor mi történjen velem, és egy önátokkal végződik ez a megnyilvánulás, hogy legyen rajtam átok az eljövő világban, és lelkem kerüljön a sátánhoz és ördögeihez. Tehát ez az, amikor keresztény bűnbánatról beszélünk, keresztény önreflexióról beszélünk, ahogy a kedves rabbi úr mondta, nekünk itt vannak a kezdeteink. Illetve ez már egy másik lépés, hogy milyen örökségünk is van, mi az, amivel szembesülnünk kell, a Márkvárd szó, az élend, a teológiai szenvedés, gyötrődésnek a kegyetlen útja ez, de meg kell tennünk.
Van egy eszkatológiai aspektusa is ennek az örössének, ennek a behetesítés teológiának, és ez pedig azt jelenti, hogy az Ószövetségben Izraelnek adott ígéretek szellemileg beteljesedtek a Krisztusban, nem számolhatunk semmiféle üsztörténeti fordulattal a zsidóság életében, a jövőt illetőleg, főleg nem kollektív megtéréssel. Mert az Iszrael tu Teu, a Galata 6.16 értelmezésében, az egyházra vonatkozik. Miközben tudjuk, hogy a Galata levélben Pál az egyházra egy külön fogalmat használ. Az Isten egyháza, Isten gyülekezete. Ez megnyilvánult a keresztények viszonyulásában mindenkor bármiféle összegyűjtetésről volt szó, és később a cionizmus kezdetén is, tehát a 20. század hajnalán, ha ez valakinek eszébe jutott, Herz Tivadar nevét említem, amikor 10. Pius pápához kihallgatásra megy, 1904. január 25-én készített egy feljegyzést erről a kihallgatásról, és láthatjuk, hogy 100 évvel ezelőtt hogyan nyilvánul meg, mint teológusként az egyház feje ezzel az örökséggel kapcsolatban. A zsidókat nem fogjuk abban megakadályozni, hogy Jeruzsálembe visszatérjenek, de azt soha nem fogjuk szorgalmazni sem. Jeruzsálem földje nem volt mindig szent, az csak Jézus életet tette szenté. Mint az egyház feje, erről nem szólhatok másként. A zsidók nem ismerték el Urunkat, ezért mi sem ismerhetjük el a zsidókat. Tudom, eléggé kellemetlen, hogy jelenleg a törökök uralják a szent helyeket, ezt el kell viselnünk. A zsidóknak azonban nem kívánjuk megengedni. Tehát ha már valami van, akkor jobb, ha a törökök vannak ott, mint a zsidók. Megdöbbentő hozzáállás, megdöbbentő teológiai alap. De ez általános volt, hogy a föld a birtokukba kerüljön. Nos, ha Palesztinában mégis megvetnék lábukat, ha mégis, ott lesznek egyházaink és papjaink, hogy önöket ott mind megkereszteljék. Ez a behelyettesítés teológiának az eszkatológiai reménység. Idáig jut. Tehát 100 évvel ezelőtt körülbelül így tartottunk. És ez az egész szellemiség ágyazott meg az egész korábban említett teológus csapatnak is, akik a Deutsche Christen keretében szervezésen megszólaltak. Egy teljesen folyamatos teológiai örökség, amiben nagyon kevés olyan hang volt, hogy lehet ezt máshogy is értelmezni. Pedig lehetett volna, és muszáj lett volna. Nézzük meg ezt a behelyettesítési modellt, egy ábránt, tehát a Dan Grubernek egy egyszerűsített ábrája, tehát az eredeti Izrael, az Isten népe, Ábrám, Izsák és Jákob népe megszűnt, és van egy második Izrael, az új Izrael, ez az egyház. Következő. A szubstitúciós modellnek nagyon sok egyháztörténeti vonatkozása van, erről ma sokat hallottunk már, Justin Mártírról is hallottunk, itt látjuk az idézetet, nem fogom még egyszer elmondani. Sokat beszélhetnénk erről a részről. Adolf Stöcker volt, aki udvari prédikátor volt Berlinben, 1878-ban megalapítja a keresztény szocialista munkáspártot, és később ez keresztény szocialista pártnak neveződik át, és az ő teológiai, igehirdetői munkájához viszonyulnak a német keresztjének, nagyon meghatározó tekintély volt, és ő mondja ki legutoljára, hogy teológikusan, ilyen hangosan ezt a tételt a Máté 21.43 alapján, hogy Izrael népe a keresztrefeszítés után többé nem a kiválasztott nép, mert Krisztus elvetésével a zsidó nép elhivatása a keresztény egyházra szállt. Amikor a zsidók Krisztust megfeszítették, akkor önmagukat, kijelentésüket és történetüket feszítették meg. Isten országa pedig elvétették tőlük, és egy másik népnek adatik. Ez a döbbenet, tehát ez az, amivel szembesülnünk kell, ha akarjuk, ha nem. Ez a batyú itt van, tehát ez az örökségünk.
Most azonban menjünk egy tovább egy diát, és ez az a novum, egy új megközelítést, amit szeretnék felajánlani ebben a szenvedésben, hogy Isten igéje tökéletes, úgy, ahogy van, és abban minden ige a helyén van. De paradoxonokkal találkozunk az Isten igéjével, amit próbálunk megfejteni. Szenvedünk vele, ahogy a rabbi úr is mondta, és nagyon jól felvázolta a paradoxonnak a természetét és a feszültséget. De ilyenből több van a Szentírásban. A szabad akarat és az elrendelés és a predestináció, teológikusan mondva, ez csak egy a sok közül, és nagyon nagy hiba az, hogyha a paradoxon pároknak csak az egyik oldalát olvassuk. Most próbáljuk meg az Izrael paradoxonnak csak a bal oldalát nézni. Ha eltakarjuk a jobb oldalát, egy tiszta, sima, antiszemita teológia kijön, amit hívhatunk így is, hogy ez egy gyilkos teológia, nem? Ha valakire ez vonatkozik, így nézzük meg. A honfitárs Pál írja a Róma 9-ben, üdvösségünk kívül vannak. Ki üdvösség? Nincs üdvösség. Pál azt mondja, odaadnám a magamét, de nem tehetem. Ellenségek, levágattak, engedetlen ellenszegülő nép, végérvényesen utolérte őket Isten haragja. A zsidók ölték meg Jézus. Ez volt az őskeresztény igehirdetés egyik alaptétel. Ez sokszor az abcselbe visszatért. Tehát amit Jeruzsálembe prédikálnak. Ez volt az első pont, hogy megöltétek a Mesiást. A pünkösd ezzel történik. Ezzel indít. Zsidók ölték meg Jézust, és minden ember ellensége. Ha letakarom a jobb oldalt, akkor adódik egy szubsztitúciós rendszer. És a szubsztitúciós rendszer erre épült. Ezt követte. Biblikusak voltak. Ez jött persze egyfajta eleve a bukott embernek az utálata és a csökevényessége, de teológiailag ők fair módon jártak el, ha csak ez lenne az új szövetség. De nem ez. Ez az, amit nem vettek észre, és itt kell nekünk szerintem új teológikus módon gondolkodni, hogy a paradoxon pároknak megvan a másik oldala. És ezeket egymás mellé rendeltem, és érdemes megnézni, hogy ott nem csak az van, hogy pozitív oldal, hanem ez mégsem úgy van, hogy mint egy mérleg egyensúlyban van, hanem ha látjuk, az egyik az örökkévaló hangsúly, a másik meg temporális. Mégis kollektíve szentek, mondja Pál, és Pál elméjében, mivel zsidó volt, számára ez egyáltalán nem volt logikai ficam. Ő egyáltalán zsidó elme, ezért van szükségünk a zsidó teológusokra, a héber nyelv tanulására, mert ez egy gondolkodás. Nekik az elméjükben ez sokkal könnyebben együtt tud maradni, nem összebékíthető, hanem együtt tud maradni. És Pál is a Róma 11-ben a nagy pro-zsidó Izraelért írt levélben, Róma 9:11-ben, egy doxológiával fejezi be ennek a titoknak a feltárását. Hogy Isten minnyájunkat egy engedetlenségbe zárt, de minnyájunkat könyörülni akar, és Isten útjait szinte lehetetlen megérteni és követni, majd felolvasom a textus. Szeretettek az atyáért. Tehát ellenségek és szeretettek. Levágattak, de nem vetette el őket. Nem vetette el őket. Nem úgy, hogy kilettek dobva valahova, szemétdombra, és ott elszáradnak. Ezek Isten kezébe vannak. Jó helyen vannak. Mégis izraeliták, tehát a nevüket nem vette el. Isten Pál azt mondja, én is az vagyok. Tehát az, hogy átveszi az egyház egyoldalúan, és magának beazonosítja, hogy én vagyok az új Izrael, nem biblikus gondolat. Mást kell kitalálnunk, ha rendszert akarunk építeni, ha egyáltalán kell rendszert építeni. Végül az egész Izrael üdvözlő. Merjük kell ide tenni a Tesszalonika 2 mellé, hogy végérvényesen utolérte őket az Isten haragja, de van egy másik final, egy nagy finish, egy igazi pléroma megérkezés, hogy az egész Izrael üdvözlő. És egyáltalán nem mindegy, hogy én a bal oldalon állok csak, és ezt mondom, mert mondhatom, Bibliából olvasok. De miért nem olvasom a másik oldalt?
Jézus Isten akaratából halt meg. Itt van a predestinatív gondolat, hogy az egész passió, a Jézus esemény, az egy Istentől megrendezett esemény volt. Természetesen, teljes súllyal, ahogy a paradoxonokról beszélünk, figyelembe kell venni a másikat is, tehát az apostoli igehirdetésnek a kérdését. És végül általuk a legnagyobb jó érkezett, és fog elérkezni a világ számára. Ez egy közös reménységünk a mai zsidó teológiával is, hogy várjuk az eljövendő országot, az Olam Haba, az eljövendő országot. Mi a keresztény teológiának a problémája? Én szerintem a következő. 2000 éven át ezt az oszlopot néztük, és erre építettünk mindent. Holokauszt után kezdjük látni a jobb oldalt, és erre építünk fel egy új teológiát. De helyes-e? Ez a kérdésem. Mert én azt mondom, hogy nem. Ha szóla szkriptúrára gondolkodunk, akkor ezeket az arányokat és képeket, mint paradoxon párokat tisztelettel, Isten előtt meghajolva és bűnbánattal, az elménk és cselekedeteink bűnbánatával kell felfedezni azt, hogy a kiszolgáltatott belső gonosz természetünk a baloldali utcát járta végig. És eszébe nem jutott, hova tették a jobboldali textusokat? Ugyan miért nem prédikáltak róla? És miért nem tudtak ezzel előjönni? Ha ezt modellbe akarjuk rendezni, hogy angol nyelven megjelenik a diszertáció, és ennek már egy angol nyelvű diája ez. Ha így tekintjük, akkor ez Izrael paradox egzisztenciája, tehát az ábrahámi szövetség él. És azon belül a Dávid csillagok mind arra utalnak, hiszen fel kell dolgozni Izrael szövetségének és a paradoxon jellegét, a feltételeket és az ígéreteket, és ezen belül az új szövetségi teológia azt tanítja, hogy jelent meg az új szövetség, annak az elmélyülése. Tehát nem az, amit a szubsztitúciós tan mond, hogy valahol kívül messze ez egy pogány és külön szövetség, hanem ez ízig-vérig egy Izrael tulajdona. A Mesiás, a szövetség, és minden, ami a Mesiásba jön. A Mesiás közössége neveztetik Eklésziának. És a páli tanítás szerint ide oltatik be a pogány, de mindenek előtt az izraelita, a zsidó hit által. Ez az új szövetségi tanítás. Ha ezt látták volna a Deutsche Christenek, vagy Krisosztomosz, vagy a többiek, akkor egész máshogy gondolkodnak Izraelről, mint népről, hogy hiszen mi általuk vagyunk körülvéve. Az ő olajfájukba oltattunk bele valami hihetetlen, meg nem érdemelt kegyelem folytán. Ugyan hogy beszélhetünk arról, hogy Isten elvetette őket? Tehát ez a kép, ez a megközelítés hiányzott, és hangsúlyozom, a paradox párok nem tisztelete ebből következőleg követhetődött el a bűnös természetnek az a következménye, hogy az súlyos egyoldalúság, és a megoldás csak az lehet, ha új önreflexió, a magunk részéről egy teljes bűnbánat, a tettek és a teológiai gondolkodás miatt is, és egy kiegyensúlyozott paradoxonokat tisztelő, Isten előtt imádkozó és szolgálni akaró, szerető szívű küldetésünk van. Most nézzük meg a legutolsó diát, a konzekvenciák, tehát hogy ebből mi minden következik. Egyrészt számoljunk a szívünk becsaphatóságával, amikor teológiát művelünk. Ez súlyos kérdés. Gondoljatok csak a 40 évre, ami a kommunizmusban volt. Jött egy politikai szituáció, és becsapódott a lelkünk. Sokaké, nem? És egy olyan teológiát épített fel, ami nem volt biblikus, de alkalmazkodott egyfajta politikai szituációhoz. Ki volt szolgáltatva a politikai helyzetnek a teológia eladhatóságának a kérdése, de ez nem először fordult elő. Már rég meg kellett volna tanulnunk, hogy az elménk ilyen. És az a kérdés, hogy ma mennyire eladható például a politikai helyzetben. Kell hangsúlyokat elhelyeznünk, de látni kell az alapbiblikus képletet. És először is ezt a bűnbánatot, hogy
az elménk, a szívünk becsaphatósága, amikor teologizálunk. Ugye már hogy csapódott be például az korai századok keresztény teológiája? Látták azt, hogy a templom leromboltatott, szétszóratott Izrael. Ebből simán arra az útra tévedtek, hogy csak a bal oldal él. És ezt hirdették. Nagy bajba voltak, mikor Julianus hoz egy rendeletet az új császár, hogy megint összehívjuk a zsidókat, és felépítjük a templomot. Teljes krízisbe jutott a teológia. Imádkozzunk Izrael népéért. Pál teszi ezt. Szóljunk Pál apostol alapján zsidóság maradandó kincseiről. Gyakorlatilag övék minden. Pál bizonyságot tett zsidóknak és pogánynak arról, az olajfa örökségről, a messiásban elsősorban, hogy az a zsidóké, majd a pogányoké is a messiásban való hit által. Olvashatok még egyiket befejezésként, vagy nem? Jó. Jó. Oké. Mert ahogy ti egykor engedetlené váltottok Isten iránt, most pedig Isten irgalmát nyertétek az ő engedetlenségük révén, hogy ők is engedetlené váltak most, hogy nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenki könyörüljön. Köszönöm szépen!